Köszöntöm a stúdióba dr. Surányi György egyetemi tanárt. Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó reggelt kívánok. Mi most egy nagyon izgalmas könyv kapcsán beszélgetünk, amit az ön és Lengyel László beszélgetését tartalmaz, ezt egyébként ajánlom a nézők figyelmébe. De ugye az idő korlátozottsága miatt kénytelenek vagyunk egy nagyon fontos és súlyos témát kiragadni. Remélem lesz időnk ebből a modell tanulságokat is levonni. Azt is el kell mondanom, önnek is elmondtam, a nézőknek is, hogy megkezdődhet a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatója, akkor a beszélgetésünket rögzítjük és teljes terjedelmében láthatják a nézők. Kezdjünk bele. Devizahitelezést választottuk egy nagyon fontos szeletnek. Ön nagyon keményen fogalmaz ezzel kapcsolatban, és azt mondja, hogy sok-sok kormánynak van komoly felelőssége, egymást követő kormánynak abban, hogy ez a helyzet tragikusan veszélyessé vált. Kire gondol? Jó reggelt kívánok! Ez egy olyan kérdés, ami az egyik legfontosabb, legfájóbb, legtöbb terhet jelenti az egyes családoknak, de az egész gazdaságnak összességében. A felelősség sokoldalú, megáll a felelőssége több kormánynak, a Magyar Nemzeti Banknak, a Magyar Bankfelügyeletnek, nekünk, kereskedelmi bankoknak, és természetesen a hitelfelvevőknek is. A kormányok felelőssége tulajdonképpen kettős. Az egyik az az, hogy 2003 és 2006-7 között, amikor a virágkorát, fénykorát éri a devizahitelezés, fenntarthatatlanul nagy az államháztartás hiánya, ami ebből a szempontból azért fontos, mert ez azt jelenti, hogy a szűkös erőforrások, a szűkös megtakarításokat teljes mértékben elszívja a költségvetési hiány finanszírozása. Úgyhogy tulajdonképpen az a forint megtakarítás, ami Magyarországon létrejön, az nem elégséges arra, hogy a vállalkozások kicsik, közepesek, nagyok, és a lakosság hosszú lejáratú forint hitelhez jusson. Tulajdonképpen ennek egyfajta lecsapódása az is, hogy az ország fenntarthatatlan külső eladósodottságot halmozott fel ebben a periódusban. Surányi úr, az itt a nagyon nagy kérdés, hogy elfogadható az a magyarázkodás, amit az érintett kérdésben megszólaló jegybankelnökök, pénzügyminiszterek, esetenként miniszterelnökök mondanak, hogy egész egyszerűen igyekeztek tájékoztatni, ott volt a pénzügyminisztérium honlapján, ott volt a Magyar Nemzeti Bank honlapján, és erről egyébként a bankok is tájékoztatták az ügyfeleket, hogy veszélyes ez az ügylet. Az újságírók kérdések mindig arra vonatkoznak, és kíváncsi vagyok az ön véleményére, hogy lett volna-e kötelezettsége kormányoknak, Nemzeti Banknak, felügyeletnek effektív beavatkozni a folyamatba. Tehát nem rábízni ezt két gazdasági szereplőre, a bankra és az ügyfélre. Nem elhárítva a felelősségét az ügyfeleknek, illetve nekünk, bankoknak, mert a mi felelősségünk is megáll ebben a folyamatban természetesen. A szabályozóknak, a gazdaságpolitika formálóinak azonban szintén komoly felelőssége van. Igenis lett volna lehetősége a kormányoknak, a jegybankoknak, a jegybank megfelelő vezetésének, illetve a felügyeletnek arra, hogy ezt a folyamatot korlátok között tartsa. Mire gondolok? Egy 2001 tavaszán a Magyar Nemzeti Bank javaslatára a kormány előterjesztésében a parlament megszavazta azt, hogy belföldi jövedelem tulajdonosok között is lehet devizában tranzakciókat lebonyolítani. Amíg én a jegybank elnöke voltam, hevesen tiltakoztam ellene, és nem engedélyeztük, hogy belföldi szereplők devizában tranzaktáljanak. Tehát a jogi keretek létrejöttek, nagy kár, hogy létrejött. Kettő. A Magyar Nemzeti Banknak nem kellett volna ekkora, a kormányoknak nem szabad lett volna ilyen költségvetési hiányt csinálni, mert ezzel kiszorították a pályáról a normál forint hiteleket, mert elszívták a finanszírozási szükségletet. Három, a Magyar Nemzeti Banknak korlátoznia kellett volna a hitelek növekedési ütemét. Ezekben az években évi 20-25%-kal növekedett a hitelállomány. Teljesen mindegy, hogy forint vagy deviza, fenntarthatatlan volt, mert akkora a deficit keletkezett. A felügyeletnek sok meg kellett volna drágítania nem egyszerűen a devizahiteleket, hanem a svájci frankban felvett hiteleket. Itt igen, nagyon fontos el, az, hogy, hogy a... Többféle valutában adósok. Így van. A nagyon nagy baj, sokkal kisebb lenne a baj, ha csak euróban adósodtak volna el a gazdaság szereplői. Az euró árfolyamának ugyanis közvetlen kapcsolata van az inflációval, a bérekkel. Euróban nem is következett be akkora elmozdulás.
körülbelül 250 forintos átlagon vették fel euróban a hiteleket, ma az euró árfolyama 290-295 forint körül van, tehát egy 15%-os elmozdulás van. Ez önmagában nem borította volna föl a háztartásoknak a költségvetését, hiszen ebben a periódusban több mint 15, legalább 20-25%-kal növekedtek a nominális bérek. Tehát a relatív súlya a törlesztő részletnek nem emelkedett volna. Úgyhogy nagyon sokféle a felelősség. Veres János azt mondja, ebben a stúdióban mondta, hogy egyébként ő elismerte és nem vitatta, hogy a megyesi kormány felelősségét abban szokták megállapítani, hogy bizonyos értelemben akkor engedik el a költségvetést és a költségvetési hiányt. Ő azt mondta, hogy nem volt eszköz ezt mérsékelni utána, óriási volt a társadalmi nyomás, de szerinte a követő kormányok, például az ő pénzügyminiszterével megpróbáltak operatív lépéseket tenni ez ügyben. Én ezt nem tudom megítélni, hogy próbáltak vagy nem próbáltak. Ez olyan szakmában nehéz belelátni. Ő azt mondja, hogy igenis voltak erre utaló lépések. Lehet, hogy volt ilyen, az én figyelmemet ez elkerülte, de tény, hogy a kormány nagy deficitje a jegybanknak a egyoldalú és a szükségesnél lényegesen szigorúbb kamat és árfolyam politikája kifejezetten abban az irányban sodorta, lökte a gazdaság szereplőit, hogy devizában vegyenek fel hiteleket. A felügyeletnek a tétlensége a be nem avatkozása a folyamatba ide vezetett. Komoly felelőssége megáll a bankszektornak, nekünk is, abban az értelemben, hogy nekünk eurón kívül semmilyen más devizában nem szabad lett volna hitelt adni, nem szabad lett volna hitelt adnunk devizában fogyasztási célú eszközökre, tehát személyautóra, tartós fogyasztási cikkekre, stb. Ilyenekkel mentek el lakások. Ezen kívül nekünk, ha 15-20 évre adtunk hitelt, akkor 15-20 évre szakmai kifejezéssel le kellett volna fedeznünk a kamatkockázatot. Közben ugyanis a válság és a magyar gazdaság válsága miatt is az országkockázat nagyon megemelkedett. Ennek következtében a mi finanszírozási költségeink is megnőttek, nagyon megnőttek, de ha mi 20 évre előre lefedeztük volna magunkat, akkor nem lett volna mit áthárítani az ügyfelekre. Surányi úr, előkerült az ön neve nagyjából 2006-os válság kapcsolatban, mint esetlegesen egy szakértői kormány miniszterelnöke. Nagyjából konszenzusosnak tűnő személy volt akkor, az ellenzék is kiegyezett volna ezzel. Emlékszünk erre az időszakra. Ha ön akkor hivatalba lép, most játszunk ezzel a dolggal, tudott volna operatív lépéseket tenni? Mert a Gyurcsány kormányt az a vád éri, hogy későn eszméltek. Eszméltek, de nagyon későn, amikor az ország már a szakadék szélén áll gyakorlatilag. 2006 nyarától a költségvetési politikában, és a könyvben erről elég sok szó esik, a költségvetési politikában mennyiségi értelemben a Gyurcsány kormány megtette azokat a kiigazításokat, amelyekre lehetőség és szükség volt. Emlékezzünk vissza, hogy 11% fölötti hiányról 2008-ra lement a deficit 3,7%-ra. Tehát ez egy óriási kiigazítás volt. Mégsem javult a helyzet, alapvetően azért, mert a jegybank két vezetése, tehát a Járai és a Simorféle vezetés egyaránt olyan észszerűtlen, helytelen monetáris politikát folytatott, ami hiába ment végbe a kereslet csökkenése a költségvetés kiigazítása miatt, a hitelek állománya olyan drámai ütemben növekedett, éppen emiatt a túlzott megszorító monetáris politika miatt, ami lényegében egy fenntarthatatlan pályán tartotta a magyar gazdaságot. Ebben a periódusban a jegybanknak, illetve a bank felügyeletnek lett volna lehetősége arra, hogy korlátozza jelentős mértékben ennek az eladósodásnak a kialakulását. Félek, hogy kevés időnk maradt, pedig fontos téma ez, mert ön sokat beszél a modellválságról, amelyet a magyar társadalom átélt ebben az elmúlt több mint 20 évben. Erről az időszakról szokták mondani a 2002-től kezdődő időszakra, hogy akkor mutatja a legellentmondásosabban és legijesztőbben azt, hogy a magyar társadalom egyszerűen őrült módon akar nyugatosodni, lufit fúj ebből az egész történetből és a fogyasztás felpörgetéséből, és aztán meglátszik a válság kirobbanásakor az oldal, az érme másik oldala, hogy mennyire nem tud
mit kezdeni az általa választott magával. Ezt ön is így látja? Ha az elmúlt közel 25 évet, negyed századot két részre bontjuk, akkor Lengyel Lacival arra a következtetésre jutunk, mint nagyon sokan mások is, hogy az átalakulásnak az első fele kb. 2001-ig alapvetően sikeres volt. Magyarország mentálisan értékrendjét tekintve, gazdasági teljesítményét tekintve, nem beszélve az intézményrendszer kiépítéséről, valószínűleg vezető szerepet töltött be a régióban, és közeledtünk az általunk remélt nyugati értékrendszerhez, nyugati értékvilághoz. A második fele ennek a periódusnak úgy tűnik, hogy sikertelen. Magyarország intézményeiben, értékrendjében, gazdasági teljesítményében távolodik azoktól az országoktól, akikhez tartozni szeretnénk, akikhez joggal, indokoltan mérjük, hasonlítjuk magunkat. Nagyon nehéz röviden összefoglalni, nagyon sokat beszélünk erről, és hát egyáltalán nem biztos, hogy igazunk van, ez egy szubjektív értékelés. Valamikor az ezredforduló táján olyan törés következik be a magyar politikai elitben, olyan szakadék keletkezik, olyan áthidalhatatlannak tűnő bizalmatlanság alakul ki, ami úgy tűnik, hogy megpecsételte erre az évtizedre legalábbis az ország sorsát. Ráadásul itt egy gazdaságpolitikai paradigmaváltás fordulat is bekövetkezik. A 95-öt követő viszonylag sikeres, vagy azt kell mondanom, én ebben ugye nem vagyok objektív, mert részese voltam, egy sikeres váltást követően, amikor export, beruházás és külföldi tőke által táplált gyors gazdasági növekedési pályára léptünk. Ne felejtsük el, hogy 2000 első felében 6,5%-kal növekedett a magyar gazdaság fenntartható egyensúlyi pályán. És jó volt a költségvetés helyzet? A költségvetés is rendben volt, az államadósság is rendben volt, a külső egyensúly is rendben volt, a foglalkoztatás növekedett, a bérek szintén. És innen egy változás következik be a gazdaságpolitikában, ami a költségvetési kiadásokat és a fogyasztás vezérelte pályát jelölte meg, ami sajnos látjuk nem fenntartható. Surányi György, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm szépen.